Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket. Tegnap délután elkezdődött a pápai csülök, cicege és borfesztivál. Már az időjárás igazi őszies arcát mutatta, így is sokan voltak kíváncsiak az első este fellépőire és az ízletes ételekre, finom borokra. Tegnap a Pápai Nyugdíjas Egyesület, a Kemenes Szentpéteri Borvirág Néptánc csoport és a Három nevű zenekar szórakoztatta a közönséget. Cicege, csülök ételek, bor és eső. Röviden így lehetne összefoglalni a borfesztivál első estéjét. Az időjárás, ahogy az lenni szokott, most sem fogadta kegyeibe a rendezvényt, heves eső zúdult tegnap este a városra. Aki csak tehette, a fesztivál sátorba húzódott, de a jó hangulatnak szerencsére a rossz idő sem tett keresztbe. A serpenyőkben rendületlenül sültek a cicegék, és a poharak sem maradtak szárazon. Borszerdán a színpadon a Nyugdíjas Egyesület lépett fel elsőként, majd a Kemenes Szentpéteri Bíbor Virág Néptánc csoport adta elő produkcióját. Az eső elálltával aztán a faházakhoz is egyre többen mentek ki egy-egy pohár vagy akár egy üveg borért. Nagyban meghatározza sajnos az időjárás, mai napunk az kicsit esős volt, ez egy elég erős vörös borozásba ment át, hogyha mondhatom ezt így. A különleges típusok mindenképpen, ezért is emeltem ki az előbb a Malbeket, tehát ez egy érdekes, nem mindig lehet hozzájutni, viszonylag kevés borász foglalkozik vele, nehéz is előállítani jó minőségben. A testesebb vörösök mindenképpen szerintem, ami a bornapokat képviseli, természetesen a fehér és a rozé is még mindig képben van, mert erre is van igény. Egy-két érdekeset is hoztunk Tokajból, tehát azért az édes szájukat is próbálunk kiszolgálni. Este a Három nevű zenekar adott koncertet. A fiatalok bár hárman indultak, azóta négy tagúra bővítették az együttest. Három éve alakultunk, és a zenei műfaj, mondjuk az egy akusztikus popzene, nagyon szövegcentrikus zenét játszunk, tehát nagyon nagy hangsúlya van az ilyen lírának, úgymond. És igazán a zenei rész kifejezetten azt szolgálja, hogy ezt a teljessé tegye a szövegvilágot, jól alátámassza azt, amit az énekes, a frontember produkál a színpadon. Akinek pedig az esti koncert sem volt elég, Mózes László harmonikát szolgáltatta a talpalávalót az éjszaka folyamán. Ma délután 5 órától pedig újabb koncertekkel, fellépőkkel és persze borokkal várják az érdeklődőket a borfesztiválra. Második helyezést ért el a Várkertfürdő az évfürdője országos versenyen. A pápai létesítmény a regionális jelentőségű fürdők kategóriájában indult. A mezőnyben összesen 81 hazai fürdő versengett az év feltörekvő fürdője címért. A június 1 és augusztus 31-e között zajló internetes szavazáson 4737 szavazatot kapott a pápai létesítmény. Nagy Zsolt vezérigazgató az eredmény nyilvánosságra hozatalát követően köszönetet mondott mindenkinek, aki a Várkertfürdőre szavazott. Az ország 188 épített fürdő létesítménye vett részt a termálfürdő.hu által szervezett az év fürdője versenyen. A fürdőket három kategóriába sorolták, a Várkertfürdő az év feltörekvő fürdője kategóriában versengett a vendégek szavazataiért. Nagyon szép eredménnyel zárult a 2017 évi évfürdője szavazat. A pápai Várkertfürdő a képzeletbeli dobogó második helyén végzett, ezért nagyon szépen köszönjük a szavazatokat kedves vendégeinknek. 4700 szavazatot kapott a fürdő. Ez a második helyre volt elég, az első helyzet 400 szavazattal kapott többet a pápai Várkertfürdőnél, a harmadik helyzet pedig 700-zal kevesebbet. Azt gondolom, hogy ez példaértékű, és nagyon hálásak vagyunk minden kedves vendégünknek ezért. A 2017-es év győztese a Demjéni Termálvölgy, a harmadik helyzet pedig az Orosházi Gyopáros fürdő lett. Nagy Zsolt vezérigazgató a pápai fürdő eredményét tekintve úgy fogalmazott: a fürdő népszerűsítésének ez egy nagyon fontos eleme volt, a második helyezés elérése pedig közvetetten hozzájárulhat a fejlesztési tervek megvalósításának sikeréhez. A jövőbeli célunk elérése érdekében mindenképpen feladatunk volt az, hogy minél népszerűbbé tegyük a fürdőt, a jövőbeli célunk pedig természetesen egy szálláshely létesítése. Ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom magam is azt, hogy minél többen ismerjék meg a régión kívül is a fürdőnket. Azt gondolom, hogy ezzel a programmal ezt sikerült elérnünk. Az évfürdője internetes szavazáson tavaly a 12. helyet szerezte meg a Várkertfürdő. Az idei ezüstérem jelentős előrelépésnek számít, és azt jelzi, hogy nagyon sokan kedvelik a pápai létesítményt. Ezt egyébként a nyári vendégforgalom is visszaigazolta. 160 ezer forintot kapott ma a kórház gyermekosztálya. A pénzösszeg az augusztusi jótékonysági márka független autós találkozó tombola bevételéből és adományaiból állt össze. A programot második alkalommal szervezte meg egy fiatalokból álló társaság, és csak úgy, mint tavaly, most is a beteg gyermekek kórházi tartózkodásának körülményeit kívánják jobbá tenni.
komfortosabbá, barátságosabbá kívánják tenni azokat a kórházi szobákat, ahol a beteg gyermekek gyógyulnak. Ez volt annak az alig több mint fél tucat fiatalnak a célja, akik jótékonysági autós találkozójuk bevételét a pápai Gróf Eszterházi kórház gyermekosztályának ajánlották fel. A tavalyi rendezvényük bevételét szintén a gyermekosztály kapta. Akkor színes, vidám szekrényekkel bővült néhány kórterem berendezése. Úgy gondoltuk, hogy még van mit javítani ezen a környezeten, és úgy gondoltuk, hogy akkor most is, az idén is. És hát szerencsénk volt, mert elegendő mennyiségű összeg gyűlt össze, és úgy gondolom, hogy a tavalyihoz képest egy sokkal jobb rendezvényt csináltunk, mint programban, mint egyébként. És sokkal több az, ami összegyűlt, és többet is tudtunk most adni az idén, mint tavaly. A 160 ezer forintnak idén is lesz helye, mondta dr. Vörös Ibolya. A kórház főigazgatója beszélt arról is, a gyermekosztályon is próbálják az ápolással, a gyermekek elhelyezésével kapcsolatos körülményeket javítani. Szerencsére mindig van segítség. Több intézménynek, vállalkozásnak, rendezvényszervezőnek jut eszébe, hogy segítse valamilyen módon a gyermekosztályt. A kórtermek fala most egyfajta üzenőfalként szolgál, ami sem esztétikailag, sem higiéniás szempontból nem megfelelő, tette hozzá a főigazgató asszony. A gyerekosztály az épületünk kórház épületének a legrégebbig szárnyába helyezkedik el vele kapcsolatos összes építészeti sajátságokkal. Így aztán nagyon nehéz kialakítani egy olyan barátságos környezetet, ahol ők egy kicsit jól fogják érezni magukat, ha lehet egyáltalán arról beszélni, hogy jól érzik magukat. Mivel régiek a falak, régiek a burkolatok, most szeretnénk ezeknek a felújítását megcélozni, és ezt a felajánlást, amit ők tettek, erre a célra használni. Dr. Vörös Ibolya hozzátette, a kórház gyermekosztályának vizes blokkjait és más felújításokat, berendezési tárgyak cseréjét is felajánlások segítségével tudták megvalósítani. Az, hogy a gyermekosztály népszerű az adakozók körében, mutatja az is, ugye a mai napon egy másik adomány is érkezett az intézménynek. A júniusi játékfesztivál ideje alatt tartott flashmob bevétele is az osztály komfortjának növeléséhez járul hozzá. A Kanga bemutatón 190 ezer forintot gyűjtöttek össze a nemes célra. Sipos Ividő májusban 5 napot töltött kisfiával a Gróf Eszterházi kórház gyermekosztályán. Akkor tapasztalta, hogy a meleg víz érkezésére hosszú időt kell várni, ami nem csak várakozásban sok, hanem vízpazarlás is. Innét jött az ötlet, hogy az okleveles Kanga tréner jótékonysági bemutatót szervezzen. A szülés utáni rekreációs torna nem csak hasznos, hanem látványos is. Ezért a játékfesztiválon flashmob keretében gyűjtöttek az osztály komfortosabbá tételére. Ez a zenepavilonnál volt megtartva, ez a kezdeményezés. Ez egy 15 perces táncos koreográfia volt igazából. A babák a hátunkon voltak, és úgy táncoltunk. És ki volt rakva egy adományláda, amit saját kezüleg készítettem, és akik arra jártak, illetve a családtagok, akik megnéztek bennünket, ők adományoztak. A 191.200 forint csak részben a családtagok járókelők adománya. Két cég is hozzájárult a gyűjtéshez. A felhasználásról a kórház vezetősége és az adományozók közösen döntenek. Mi ennek örülünk, hogy bennünket is megkérdeznek, mert úgy gondolom, hogy egy közös cél az mindig is jobban segíti a mi munkánkat, mert minden, ami a betegellátás segíti, az számunkra kedvező, de ha vannak kiemelt dolgok, ami ráadásul az anyukákat, az itt ápoló gyerekeket is érinti, és amiben tudunk segíteni, az különösen nagy dolog számunkra. A meleg víz a rendszer sajátossága miatt érkezik hosszasan a gyermekosztály mosdóiba. A problémát keverőcsapokkal is meg lehet oldani, de bojlervásárlás is szóba jöhet, tette hozzá a főigazgató asszony. De nagyon kedves volt a felajánló, ugyanis azt mondta, hogy ha mégis más szeretne az osztály megvalósítani ebből a pénzből, ő partner ebbe, ő felvetette egy problémát, aminek az orvoslását szeretné megoldani, de hogyha az osztály más szeretne, akkor ez is megbeszélés tárgyát képezi. A kangások készülnek máskor is adománygyűjtő flashmobra. A céljuk továbbra is a gyermekosztály támogatása. Csaptelepek, mosdókagylók, ágynemük, kempingágyak és baba fürdetési kellékek vásárlásával. Hétvégén visszaköszön a nyár. Részletek híreink után az időjárás jelentésben.
Pénteken reggel még délen, délnyugaton lesz több felhő, kisebb eső is kialakulhat. Napközben egyre inkább csökken a felhőzet, naposra fordul az idő. Északnyugaton megélénkül a déli szél. Hajnalban 6-14, délután 21-26 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink. Köszönöm figyelmünket, viszontlátásra!